Köszöntöm nézőinket, mindazokat, akik most kapcsolódnak adásunkba. Önök a Terézvárosi magazint látják. Mindjárt következik az önkormányzati percekben, Brém Nagy Ferenc, a Terézváros újság főszerkesztője lesz a vendégem, a júliusi lapszám lesz a témánk. Majd következik a programajánló, Kis Bernadett vendége ezúttal Bozsó József színművész operettérekes lesz. Szombaton 18 órakor találkozhatnak vele és Mahó Andreával a Hunyadi téren. Magazin műsorunkban elsőként dr. Simkó Elemért köszönhetjük, a kiváló orvost, aki nagyon sok éven keresztül a terézvárosi betegeket gyógyította, kitüntetést kapott Semmelweis nap díján kapcsán, ez úton és ennek apropójából hívtuk meg a stúdióba. Szó lesz egy retro diszkóklubról, egy retro klubról, amely Terézvárosban működik, Varga Gábor Vilmos vezetésével, és az egyik művésznőt is magával hozza, Molnár Buliska Edith személyében. Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunkban ezúttal Dégi János színművész és Koródi Ildikó dramaturg, forgatókönyvíró lesz a vendégem. Egy érdekes anya-fia páros köszönhetünk itt, hogy milyen az életük és milyen témákkal foglalkoznak, mostanában megtudhatják a velük készült riportból. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Maradjanak velünk! Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazin önkormányzati perceit látják, Brém Nagy Ferenc újságíró a vendégem, aki a Terézváros lapnak a főszerkesztője, és itt van a friss vadonatúj száma a Terézvárosi újságnak. Igaz, hogy ez most egy havi szám? Igen, ez tavaly nyáron is így volt, hogy a nyári hónapokban egy újság jelenik meg, de az emelt terjedelemben. Ennek praktikus okai is vannak nyilván, meg szervezési okai is. Ameddig nem havi kétszer jelent meg, addig is volt összevont szám. Ennek részben a szabadságolások az okai, részben meg normál menetrend szerint, ha minden rendben megy, akkor ugye ilyenkor inkább a nyaralásé, nem csak a dolgozók, hanem úgy a terézvárosiaknak is az élete, ezért jelenik meg havonta, de tulajdonképpen azért emelt oldal számba, mert azért az olvasóknak meg kell kapniuk azt, amit megszoktak. Ahogy végignéztem és belelapozgattam az újságban, nagyon sok olyan téma van, amellyel mi is foglalkozunk, de hát teljesen természetes, nekünk újságíróknak az a dolgunk, hogy tájékoztassuk a nézőket, ti a lapon keresztül, mi pedig a képernyőkön keresztül. Úgyhogy lesznek átfedések, amikről majd oda-vissza csatolunk, viszont vannak nek számomra, és ennek időnként megdöbbenésemet is, nem, megdöbbenésemnek is adok hangot, hogy vannak olyan dolgok, amit ti leírtok, és én meg tényleg csak az újságból tudom meg. Lehet, hogy így van jól. És lehet, hogy ti is kaptok ötleteket mindenkinek, a televízión keresztül. Igen, tehát mindenkinek van meg bizonyos féle egyedisége, tehát ez így nem gond. Mert ha jól működünk együtt, akkor nyilván ez nem azt jelenti, hogy versenyzünk, hanem azt jelenti, hogy segítünk egymásnak, ahol tudunk. És az egészen biztos, hogy más van leírva az újságban, mint ami elhangzik, tehát az információk kiegészítik egymást. Két olyan témát viszont kiemelnék rögtön az elején, két olyan nagy interjút, ami nem szokásos, és nálunk nem kerül képernyőre, hiszen Hasai Zsófia, a polgármester asszony nagyon ritkán jön be a stúdióba, és ad összefoglaló nagy tájékoztatást, és így van ez a jegyzőnkkel is, Mogyorosi Sándor doktorral is, aki szintén nem mindennapos vendég a stúdióban, habár a különböző eseményeken találkozunk, és a különböző témákból adnak riportot és megjelennek, de hát ezek rövid kis hírek. Miért szükséges, vagy miért volt most szükséges, hogy két nagy interjú készüljön ezzel a két kiváló személyiséggel? Kezdjük a jegyző úrral. Évente szokott adni egy interjút a hivatal egész évi munkájáról. Tehát itt általában akkor adatok vannak, ügyadatok, merre, mi nőtt, mi csökkent. Azt hiszem, ilyen még nem volt, hogy nagyon csökkent volna az ügyszám. Tehát
ez rendszer. Annak ellenére sem, hogy ugye különböző feladatok leváltak az önkormányzatról? Lehet, hogy csak én mintha nem emlékezik. Tehát mintha most már évek óta mindig azt látnám, hogy az ügyszámok, ami a hivatalba kerülnek, azok nőnek, de ez mindegy is, tehát ő azért rendszeresen, tehát évente egyszer egy ilyen interjú keretében beszámol a terézvárosiaknak arról, hogy a hivatalba mi került be, mivel volt a legtöbb munka, és ugye miután a közigazgatás átszerveződik, ez most ráadásul általában újdonságokat is tartalmaz, nem csak adatokat. A polgármester azt mondja, hogy nem rendszeres, illetve van, azt tudom mondani, rendszerszerűen azért évente egyszer ad interjút a polgármester, azt mondja, hogy az általában az évnek az a szaka, amikor a költségvetés terveződik, vagy kerül a testület elé, nyilván azokból, amikor már látszik, hogy nagyjából milyen év áll a kerület előtt, illetve akkor lehet azt mondani, hogy mi az, ami tervben van, mi az, amit el akar végezni az önkormányzat abban az évben. Az, hogy ettől most eltértünk egy kicsit, annak több oka van, mert ugyanígy megvolt ez az év elejé interjú, amikor ugye kiderült, hogy mik lesznek a kerület évi nagy beruházásai, milyen fejlesztéseket tervez a önkormányzat, és ezt körülbelül mikorra kell véget érni. Itt viszont most másról van szó, több dolog miatt is. Egyrészt az ezt megelőző testületülésen döntött a kerület arról, hogy elindul egy olyan pályázaton, ami a házi orvosi rendelők felújítása, tehát alapellátást nyújtó intézményeknek a felújítására írtak ki pénzt, és ez pont egybeesett nagyjából azzal a tervvel, ami egyébként már megfogalmazódott, hogy felújítja az önkormányzat a kerület összes házi orvosi rendelőjét. Ez volt az egyik indok, a másik meg megint változik az oktatásra vonatkozó jogszabályok, és ezzel összefüggésben is volt a polgármester asszonynak mondandója, fontos is egyrészt, hogy nyilván akármi történik a kerület iskoláiba, intézményeiért és az odajáró kerületi gyerekeiért, az akármilyen jogszabályváltozás történik, a önkormányzat felelős. Ennek nagyon nagyon megnyugtatóan hallják a szülők is, és a pedagógusok is, az iskolavezetők is. Az, hogy egyébként ez így van, ennek eddig is elég sok jele volt. Tehát amikor már nem működtetőként, hanem fenntartóként volt, ugye akkor megtörtént az, hogy a klikhez került pedagógusok elismerését ugyanúgy az önkormányzat magához vette. Különböző elismeréseket, támogatási formákat indított el a gyerekeknek. Ez a legutóbb, ez a Terézváros ifjú tehetsége, de egyébként előtte ugye létrejött a Terézváros kiváló diákja. Tehát, hogy a felelősség nem múlik el. Ebben a riportban, vagy interjúban polgármester asszony előrevetíti azt, hogy bár az önkormányzatnak a fennhatósága még inkább meg lett nyírválva a kerületi oktatási intézményekkel kapcsolatos teendőkben, ugyanúgy a diák ösztöndíjak, a diákok segítése, elismerése, a pedagógusok elismerése, azt az önkormányzat fönntartja magának? Abszolút. De természetesen. Sőt, hova tovább ez, és ez volt a másik, ugye kettő ösztöndíja van a kerületnek, ez a tanulmány ösztöndíj és a felsőoktatás ösztöndíj. Az elmúlt két testületi ülésen mind a két ösztöndíj feltételeit úgy változtatta meg a testület. Konkrétan ez azt jelenti, hogy az egyfőre jutó szükséges vagy indulás kor előírt jövedelem határt fölemelte, hogy minél
több terézvárosi gyerek tudjon ebből részesülni. Tehát ha jól emlékszem, de újságban pontos adat van, a nyugdíj minimum háromszorosáról, azt hiszem, a 4,5-szeresére emelkedett az egyfőre jutó jövedelem, ami az ösztöndi, tehát ösztöndíjhoz szükséges, vagy az ösztöndíj elnyeréséhez feltétel. Az önkormányzat ezzel azt szeretné, a többen részesedhetnének ebbe, tehát igen, mármint arra a kérdésre igen a válasz, hogy az önkormányzat továbbra is minden támogatást megad a terézvárosi gyerekeknek, és természetesen az intézményeket is gondozza, karbantartját, például erre nyilván a Bajza utcai iskola, amit éppen most, ha minden jól tudok, akkor 60%-os készültségi állapotban van, és aki arra jár, az a homlokzati homlokzaton, az állványokon túl azért már a megszépült Bajza utcai iskolát látja olyannyira, hogy a díszek, a stukkok, azok lenájlonozva még, de már újak. Tehát, hogy azért itt jelentékeny beruházás zajlik, és hát most a Bajza utca kapcsán, meg a játékvállalóvonal a kapcsán, ráadásul oktatási intézmény is, mondjuk az óvoda, tovább is az önkormányzat. Ha már említetted itt a felújításokat és a beruházásokat, akkor meg kell említeni, hogy Papp László úrral is, alpolgármesterünkkel is van egy interjú, pont a beruházásoknak a kapcsán és annak az ütemezése kapcsán. Ő is volt itt a stúdióban vendégként. Az azért fontos, mert ugye amikor havonta kettő jelenik, mert nem nyár van, akkor is azt gondolom, hogy havonta tudniuk kell a kerület lakóinak arról, hogy az elkezdett beruházások, azok hol tartanak. És ezt így is gondolom továbbra is. Tehát igyekszünk havonta valamilyen formában írni arról, hogy éppen ezek a munkálatok hol tartanak, és nem feltétlenül azért, hogy unják, hanem mert ez egy lekövethető dolog, és ugye elég sok mindenről beszélünk itt, mert a Bajza utca iskola az 60%-os állapotban van, most már a belsőben folyik, a Lendvai utcai óvodát megint látja, aki arra jár felállványozva, Bencúrkert, és elkezdődött a sportpont az a Rózsa utca 50-ben, ha jól emlékszem a házszámra. Tehát ez azért sok. Tehát mindig történik valahol valami, mindegyik másféle állapotban. Szerintem tudniuk kell a kerület lakóinak, hogy éppen hol tartanak, és elég jelentékeny pénz be is kerül egyébként mindez. Természetesen az elmúlt időszaknak az elismerései is helyet kapnak az újságban. Én viszont 2-3 cikkre még fölhívnám a figyelmüket, ami miatt érdemes keresni alapot, és megint csak fölhívjuk a figyelmet, hogyha véletlenül valamelyik háztartásban nem jut el, akkor azt jelezzék alap szerkesztőségében, mert nagyon fontos, hogy minden házban ott legyen, minden egyes lakásban ott legyen az újság, hiszen annyi példányban készül, ahány gyakorlatilag terézvárosi család található. Van színház benne, természetesen kultúra, de én nekem a kedvenc részem a panoptikum, ugye, mert abból mindig olyan kis történelmi finomságokkal lehet találkozni, amelyet máshol nem lehetünk föl. Két cikk van itt, most az egyik a Gagarina körúton, a másik pedig a Britannia. Igen, az egyik az panoptikum, a másik egy másik rovat, ami ritkábban van, az Terézvárosi éjszakák a címe. Hát az hozzátartozik azért Terézvároshoz elég rendesen. Abszolút. A Gagarin épp ugye egy olyan kép van, ami az... Amin ő nincs rajta. Nincs rajta, mert az újságot veszik, mert éppen arról szól az újság, hogy
hogy Gagarin az űrbe járt, és ennek kapcsán ír a szerző. Én emlékszem, bocsáss meg, mert amikor Gagarin végigment a Kerepesi úton, és egy ilyen nyitott kocsiba gyerekek voltunk, és ott álltunk kint, és integettünk, és most lehet bármit mondani, tehát hősökre, példaképekre szükség van, és azt hiszem, hogy Gagarin ilyen volt akkor. Inkább ugye nyilván ma már, ha így visszagondolunk, akkor az a furi, mondjuk nekem legalábbis ezt mondta az írás, hogy ugye a hidegháborúban mégis az volt, hogy ki győz le. Tehát nem az másodlagos volt, hogy van egy űrkutatás, meg aha, egy meghódítandó. Hát, mi hozzánk ez gyerekekkel nem jutott de világos, de ma már azt látjuk, hogy ugye ki, melyik, benne is van a cikkben egyébként, hogy ki, hol, mikor veszített ütemet az űrbe. Tehát, hogy olyan, de ez a mai fiataloknak nyilván keveset mond, mert azt a féle világot, amiben ezek mozgató erők voltak, azok azt nem nagyon, nem tudom, tehát elméletileg nyilván le kéne tudni írni, de ez nem történt meg nálunk természetesen. És az utolsó percben vagyunk, Britannia. A Britannia az ugye, azt tudjuk mondani, hogy az az első igazán jelentékeny szálloda volt, amit úgy is terveztek, hogy most akkor megmutatják, ez ma már a béke szálloda. És hát ennek a történet, ez egy nagyon érdekes, egyébként is nagyon jellemző arra a korra, amikor Terézváros ugye felévelőben a város szíve lett, hogy milyen mozgatók, milyen körülmények között lehetett nagyon jelentős dolgokat létrehozni máig hatóan, és tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy sokszor mondtam már itt, vagy többször elmondtam már itt, hogy ha az ember ezekbe így belemerül, akkor egész furcsa csodavilágot talál. Nyilván akkor is a Krúdit olvas, de ez így együtt meg különösen fura, és gyakorta érzi azt az ember, hogy ha ennek a dinamikának a fele meg lenne ma, akkor talán nem tudom. Tehát akkor olyan azt látnánk, hogy haladunk előre jól, vagy gyorsabban, vagy mit tudom én. Az is lehet persze, hogy ez öncsalás, és dinamika van, csak az ember türelmetlenebb, és egy régi kor, amit már lezárt az idő, vagy le van zárva az időbe, az mindig egyszerű. Tehát az mindig úgy tűnik, hogy haj, de jó volt az. Miközben nyilván azok jutnak ebben önök, ami azt mutatja, hogy könnyű volt, meg dinamikus volt, meg nem tudom én mi volt. A nyűgei meg már elenyésztek. Tehát azokat meg már nem látjuk szóval visszafelé. Az igazság, hogy jó egy kicsit elidőzni a múltban, mert abból lehet táplálkozni. Én nagyon szépen köszönöm Rém Nagy Ferencnek, a Terézváros Újság főszerkesztőjének, hogy megosztotta velünk a titkokat a lapból. Önök pedig forgassák az újságot, és mondom még egyszer, hogyha valaki nem találja, akkor jelezze az önkormányzatnál. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.